10 millió forint támogatást ad az NB1-es csapatainak a Magyar Labdarúgó Szövetség a koronavírus tesztek elvégzéséhez. A szövetség volt az, ami elrendelte még a hónap elején a klubok számára a kötelező tesztelést. A női első osztály küzdelmeiben érintett három csapat, az MTK, az FTC és a DVTK esetében minden teszteléshez kapcsolódó költséget megtérít a labdarúgó szövetség. A kis csoportos, majd a teljes keretnek vezényelt edzések is elkezdődhettek a labdarúgó NB1-ben. A jelenleg ötödik helyen álló Diósgyőr is nagy elszántsággal készül a bajnoki rajtra. A piros-fehérek most szombaton a Kispest ellen játszanak edzőmérkőzést a fővárosban, majd május 30-án a Mezőkövesd vendégjátékával indul újra a labdarúgó élet Miskolcon. A Magyar Labdarúgó Szövetség azonban szigorú egészségügyi előírásokhoz kötötte az újrakezdést. Ilyen a rendszeres koronavírus tesztelés, amihez 10 millió forint támogatást ad a kluboknak az MLS. Ennek többszörösére fog rúgni a mi költségünk, hiszen minden játékost, minden csapatkísérőt, mindenkit, aki majd az úgynevezett sportzónába tartózkodik a mérkőzéseken, hetente kétszer kell tesztelnünk, egy teszt 30 ezer forint, körülbelül 100 fő az, akit minden héten gyakorlatilag duplán kell tesztelnünk, tehát 6 millió forint költségünk van hetente. Ugye 6 hét van nagyjából vissza a bajnokság végéig, tehát ki lehet számolni, hogy 30 és 40 millió forint között van az a költség, amit ez jelent. A szövetség a még mindig versenyben lévő női együttesek összes költségét is megtéríti. A cégvezető hozzátette még. Nagyban egyszerűsíti a klub helyzetét a tulajdonukban lévő Medical Center, hiszen helyben tudnak eleget tenni a kötelezően előírt koronavírus teszteléseknek.